Csendes mederben kezdődött az Eto FC Mordovia-Szaranszk felkészülési összecsapás. Az első percek inkább a kékmezben játszó oroszoknak sikerültek jobban, s bár mindkét csapat próbálkozott, komoly veszély nem alakult ki egyik oldalon sem a kapu előtt. Itt az első kapura irányuló lövés, de Molnárnak nem okoz gondot a hárítás. Jön a válasz is a másik oldalon, de Liptek indítása a Dudásnak sajnos pontatlan. Megélénkülnek kissé a vendégek, jönnek sorban a próbálkozások, de vagy a védelem avatkozik közbe, vagy Molnár lép ki a kapujából. A meccs ezen szakaszában az oroszok irányították a játékot. Aztán az eddig legveszélyesebb lehetőség már a zöld-fehérek oldalán adódik. Dudás ível, Kamber fejjel is, de a kapus nagyot vetődve hárít. A másik oldalon is jön a lehetőség, hálóőrünk azonban ezúttal is a helyén van. Más érdemleges nem történt az első félidőben, jöhetett a szünet. A félidőben több cserét is végrehajtott Pintér Attila, pályára lépett többek között a cseh válogatottban is megfordult jobb hátvéd Michal Švec is. Jobban kezdték a mieink ezt a játékrészt, Andrić indul meg a bal szélen, a beadás itt viszont még pontatlan. Aztán egy szép összjáték a jobb oldalon, Koltai ad be, az érkező Trajković azonban fölé vágja a labdát. Újabb lehetőség, ezúttal pontrúgásból, a labda azonban elgurul a lábak között. Jön a félidő első orosz lehetősége, de ez a lövés is fölé megy. Ebben kiismerül az orosz aktivitás, hiszen újra jön egy szépen kidolgozott hazai akció, de ezúttal nincs érkező középe. Sorban születnek az Eto lehetőségek, de a befejezésekbe hiba csúszik, egészen eddig a pillanatig, hiszen Akjupera indításából Andrić fejjel, amit még kipiszkál a kapus, de az ismétlés már a hálóban köt ki. Aztán Akjupera kerül óriás zicserbe percekkel később, de nem találja el jól a labdát. A továbbiakban is egyértelmű az Eto fölény, a lehetőségeket azonban már nem sikerül kihasználni, így a végeredmény marad az 1-0.